Október 26-án rendezték meg a Gyulay ZRT Dám trófea szemléjét. Rendhagyó módon ezúttal Tamási belvárosában, a Gyulay ZRT székházának előterében. Ilyen még nem volt ember emlékezete óta a ZRT és az általunk vagyonkezelt területen. Írásos nyomai sincsenek annak, hogy egy város központban, Tamási központjában trófea szemle valaha is történt volna. Nagyon jó vadászati idény kezdetünk volt, illetve a fő vadászati idények közül a szarvasbőgésen és a dámbarcogáson túlesett a vadászterületünk, és nagyon jó tartalmas vadászidény kezdést mondhatunk magunk mögött. Az átlag trófea tömegeink a 77 darab elejtett dámbikánál 3,74 deka, ami azt gondolom, hogy egy páratlan eredmény. 70%-os érmes arányunk van, 25%-os aranyérmes arányunk. Ez szerintem magáért beszél. Ez egy olyan különleges genetikai értéket képviselő állomány, amiről nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ egyik legjobbja, sőt, ha más állományokat nézzünk, amelyek ma az országban és a világban kitűnő eredményeket produkálnak, azoknak az egyik szülőatya, hiszen rengeteg dámot vittek innen élő vadként a világba el. Nagyon komoly munka és energia van ebbe benne, nagyon sokat kell érte dolgozni. Egy nagyon tudatos fejlesztéssel évről évre jobb eredményeket tudunk felmutatni. A Tamási Erdészet kerületvezető erdésze mesélte el nekünk, hogyan is került terítékre egy külföldi vendége által elejtett, kiemelkedő jelentőségű vad. Egy külföldről érkező vendégvadásznak sikerült terítékre hozni ezt a szép bikát. A dolog érdekessége volt, hogy egy kollégánk ment el érte a repülőtérre, bemutatkoztam neki, mondtam, hogy én leszek a kísérővadásza, és akkor délután ugye megyünk is kivadászni. Azt is mondta, hogy itt lesz 4 napig, és nem szeretne rögtön a vadászat elején lőni, hanem egy kicsit, ha lehetne, húzzuk az időt. Meg volt az első cserkelés, mondta, nagyon szép volt, tetszik neki, hát ha lehetne, holnap se lőjünk még. És akkor azon a bizonyos reggelen, itt a barcogály közepén ott barcogott az a bika, amit én őneki szántam, 65 méterről szépen terítékre is hoztuk a bikát, úgyhogy volt nagy öröm. Nagyon-nagyon tetszett neki, és örömmel vissza fog térni. Az idei trófea mostra egy másik különlegességet is tartogatott. A szemle mellett szoboravató ünnepséget is tartottak, melynek keretében a régi dámszobor egy új alkotással egészült ki. Tisztelt vendégeink, elmondhatjuk, hogy a város a mai napon ismét egy műalkotással gyarapodik, ami egy kisváros életében mindig jelentős esemény, ünnep. A szarvas nemzeti szimbólumunk, ősi totemállata a magyarságnak, amely Hunort és Magyart az őshazába vezette. A dámszarvas, a város és a Gyulay ZRT szimbóluma, helyi jelkép, közös pont, amely összeköt és nem elválaszt. Az önkormányzat kezdeményezésére és ötlete alapján és az ő pályázati munkájuk és előkészítő munkájuknak az eredményeképpen jöhetett ez létre. Körülbelül, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt kerestek meg ezzel az ötlettel, és akkor még nem is gondoltam, hogy 2016. augusztusában Tolnaikum címet is kap a gyulai dám. Szerencsénk volt, mert az igazgató úrnak az irodájában egy állítólag tökéletesen sikerült, hát kitömött, preparált példányt találtunk, és róla vettünk méreteket. Az a rengeteg fotóanyag és filmanyag, amivel átítottuk magunkat ennek a témának, az lassanként kiéreli bennünk azt, hogy nem egy egész erőteljes szarvasbikát szeretnénk megformálni. Mi próbáltunk egy olyat, ami a leginkább visszaadja ezt a képet. Egy nagyon szép és nagyon kedves, nagyon méltóságteljes, szabad állat, ami megfogott. Talán ezt a hangulatot én vissza akartam adni.